Papnövendék koromban egyik társamnak, aki a szeminárium többi növendékével együtt kirándult, focizás közben a bokája is kirándult. Úgy kellett hazaszállítani szegényt. Nem tudott a lábára állni. Állapota rendkívül lassan javult. Egyik tanárunk azt javasolta, vigyük el egy ügyes vidéki emberhez, aki kézzel helyre tudja tenni a csontokat. Ekkor hallottam először a csontkovács szót. Dagad bokájú testvérünkön a vidéki csontkovács csak keveset tudott segíteni, mert túl későn került hozzá, végül azért betegünk mégiscsak meggyógyult. Fantáziámban pedig kialakult a csontkovács alakja. Kivételes ügyességű ember, mint az egykori hályok kovács. Az a falusi kovácsmester, aki ügyes kezével hájogokat operált és vakokat tett látóvá, mindaddig, amíg valaki el nem magyarázta neki a szembonyolult szerkezetét. Attól kezdve nem mert emberi szemhez nyúlni, keze elveszítette biztonságát. A csontkovács gondoltam, hasonló műveleteket végez, természetes ügyességével, csak nem annyira kényes területen, hát több esélye van. A csontkovács idilli képét egy fiatalasszony rombolta le bennem, aki elmesélte, hogy gerinc problémájával csontkovácshoz fordult, vizsgálat közben, mi alatt a csontkovács a háta mögött állt, hátra tekintett, és azt látta, hogy a csontkovács ingázik. Mint tudjuk, az inga és a varázsvessző manapság divatos eszköz. Alkalmazóik arra hivatkoznak, hogy ezekkel sugárzásokat érzékelnek. Radi-esztézia sugárzás érzékelés. Tehát eljárásuknak tudományos alapja van. Nem kétséges, hogy sugárzások és erőterek valóban léteznek a természetben, és az emberi testben is keringenek bioáramok, fellépnek elektromágneses erőterek. Csak hogy a radiesztézia adós marad annak megmutatásával, hogy milyen módszerrel miféle erőteret mér. Tudományosan hangzó zavaros elméletekkel áll elő, a sugárzás neve alatt valami ismeretlent sejtet, amit asszociálunk a fizikából ismeretes sugárzásokkal, Anélkül, hogy tudnánk róla, voltak éppen micsoda. Múlt alkalommal tárgyaltuk az a priorit, a magától értődőséget, amivel az áltudományos gyógyítás elfogadja módszerének érvényességét. Ez az a priorisztikus eljárás, amely hitet tesz az exakt ismeret helyébe, rendkívül elterjedt a madivatos, alternatív gyógyászatban. Az a priori valamilyen rejtett tárgyra vonatkozik, például bizonyítás nélkül föltételezzük, hogy létezik az emberi szervezetnek olyan sugárzása, amelynek az inga mozgásai szabatosan megfelelnek. Ez az állítólagos sugárzás nincs az észszerű gondolkodás világossága elétárva, a róla szóló ismeret nem természettudomány, hanem okkult tudomány. Okkult latinul azt jelenti rejtett. Az okkultista egy rejtett tényezőre hivatkozik, amelyet nem ellenőrizhetünk. A priori kell elfogadnunk. Ez az okkult a priori emlékeztet a hitre, amelyel Isten misztériumait befogadjuk. A különbség az, hogy míg a szent misztériumokban Isten megközelíthetetlen világossága rejlik, addig az okkult a priori mélyén homály van. Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Olvassuk az első János levél első fejezetének ötödik versében. Isten igazsága belső lényegénél fogva nem okkult ha nem vagyunk képesek beletekinteni, az akadály bennünk van. Az okkult bölcsesség viszont belső lényegénél fogva homályos, mert nem bírja elviselni a világosságot. Az akadályt önmagában hordja. Aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy el ne marasztalják a cselekedeteit, Olvassuk János evangéliumában, a harmadik fejezet huszadik versében, ahol az okkult a priorit fölfedezzük, tudnunk kell, hogy hamis numinózummal, démoni erőkkel állunk szemben. Az okkult a priori a keresztény hit démoni utánzata. Térjünk most vissza az ingázó csontkovácshoz, mint Gál Péter atya kimutatja a New Age keresztény szemmel című könyvében, az inga és az ingázó között olyan kommunikáció folyik, amely csak tudatos lények között lehetséges. Az ingázó kérdéseket tesz föl az ingának, és most idézek a könyvből, és miután előzőleg kimondta, hogy a választ az inga milyen alternatív mozgásokkal adhatja meg, az inga ennek megfelelő mozgásokat fog végezni, idézetbe zárva. Egy fizikai erőteret nem lehet arra felszólítani, hogy amennyiben a kérdésre a válasz igenlő, az inga körözzön jobbra, a tagadó körözzön balra. A csontkovácsról alkotott képem, mikor a nép tanulatlan, de rátermett gyermekének gondoltam, a balgaságig naív volt. Az ingázó csontkovács mágus. Nem állítom, hogy nem voltak, vagy akár nincsenek ma is, olyan csontkovácsok, akik egyszerűen csak ügyesek, és helyre tudják rakni a kimarjult izületeket. Azt viszont állítom, hogy egyrészt ezt ügyes orvosok épp úgy meg tudják tenni, és amellett a kisúlyukban is olyan anatómiai tudáshalmaz van, ami ez a csontkovás nem is konyit. Másrészt pedig állítom azt, és itt következik, ami nagyon fontos, hogy mára a természetes módszerek ürügye alatt fészket rakott a gyógyászatban a varázslás. És a közgondolkodás nem vette észre ezt az átszázást. Azt mondják, természetgyógyászat. És az átlagember gyógyfüvekre, egészséges étrendre, masszázsokra, életviteli tanácsokra gondol, nem egészen jogtalanul, mint hogy a természetgyógyászatnak nevezett irányzat mindezeket valóban tartalmazza, és nem egyszer sikeresen alkalmazza is. Közben pedig a természetgyógyász, Okkult tudományt okkult tudományra halmoz, és működésében azt is fölhasználja. Most egy kicsit kiviszem a testéből, mondja a természetgyógyász, amit sem sejtő páciensnek, és az váratlanul már is elváltozott tudatállapotban találja magát. Megtörtért esetet idézek. Ez nem természetes gyógymód, ez ellenőrizhetetlen szellemi erők igénybevétele. Gál Péter atya említett könyve tartalmazza Juhász Zoltánné Aranka tanúságtételét, aki főállású természetgyógyász volt, amíg Jézus Krisztushoz meg nem tért. Aranka nagyon világossá teszi, hogy a természetgyógyászatnak számos olyan eleme van, amit ma is jónak tart idézek a tanúságtételből, ilyen a gyógynövények alkalmazása, a táplálkozási ismeretek, a különböző testmasszázsok, a vízkúrák, a napkúra, a levegőkúra. Állítom, hogy ezek főleg a megelőzésben, de az orvosi kezelés kiegészítéseként is nagyon eredményesek idézetbe zárva. Hasonló a véleménye dr erdélyi Judit orvosnak is, aki a természetgyógyászat ellen írt kritikus munkájában lelkiismeretesen ö, ö, felsorolja azokat a területeket, amelyeket nem kifogásol a természetgyógyászatban. Idézek tőle is, valóban a természet megfigyelésén alapuló, Bizonyos helyes, élettani és biológiai ismereteket is tartalmazó módszerek, civilizációs bűnökkel és betegségekkel terhelt korunkban az egészséges életmódra vonatkozó tanácsok, táplálkozási és diétás módszerek, a mozgásterápia különböző ágai, és ide sorolható a gyógyfüves gyógyítás is. Idézett bezárva. Súlyosan tévednek azonban mindazok, akik azt gondolják, hogy a természetgyógyászat ezekben az egészséges eljárásokban merül ki, vagy hogy ezek alkotják a lényegét. Az elnevezés félrevezető. Juhászné Aranka írja, idézek, ne gondolja senki, hogy ezekben az ártatlannak tűnő dolgokban nem lehet eltévejedni. Saját példámat említettem már, hogy az egyszerű talpmasszásból hogyan következtek egymás után a legkülönbözőbb tanfolyamok, idézett vége. Felsorolni is nehéz, mennyi tanfolyamon vett részt Aranka. Amikor a talpmasszás, reflexológia, napi tíz órában végzett kemény fizikai munkája kimerítette, a következőképpen kínálkozott a megoldás, ismét őt idézem. Éppen ebben az időben hirdette Majoros János csodákkal kecsegtető bioenergetikai tanfolyamát, melyel kifejezetten reflexológusokat, fényadókat, rejkiseket célzott meg. Nem kevesebbet ígért, mint hogy aki elvégzi a két napos tanfolyamot, és tőle beavatásban részesül, annak több százszorosára nő az energia szintje. Ezzel úgy tűnt, hogy az én problémám megoldódik, hiszen ilyen nagy energiakészletből jut is, marad is. Azonnal jelentkeztem a tanfolyamra, mely után jött a többi, gyors egymás utánban, nem volt többé megállás, idáig az idézet. Radiesztézia, fényadás, reiki, Bioenergetika háromszor és kiemelt szinten negyedszer, extraszenz bioenergetika, holisztikus gyógyítás, asztrológia, pszichotronika, természetgyógyászati diagnosztika, új homeopátia, agykontroll, extrasensz, sámánmasszázs, virágterápia, arkánum szellemi iskola, táltos tanfolyam, a felsorolás nem teljes, de ahhoz elég, hogy érzékeljük, a mágia területén mozgunk. A természetgyógyászati alapállás belső logikával ragadta arankát a mágikus módszerek felé. Szeretném nagyon világosan megmutatni, hogy miért. Néhány évvel ezelőtt egy antikváriumban kutatva a könyvek között olyan könyvre bukkantam, amelyet egy akupunktúrával gyógyító orvos írt, az akupunktúráról. Régóta érdekelt vajon, hogyan vélekednek az akupunktúra hívei e kínai gyógyító módszer működéséről. Szívesen megvettem volna a könyvet, de ára akkori pénztárcámnak megfizethetetlen volt. Sajnálatos, de ezt se a szerzőre, se a címre nem emlékszem. Csak annyira emlékszem, hogy mivel alaposan átlapoztam, ott találtam sok esetleírást, amelyekkel nem lévén szakember nem tudtam mit kezdeni, de amit kerestem, az, hogy mit gondol a gyakorló szakember az akupunktúra hatásának okairól, arról, nagy meglepetést találtam. Annyit már világosan tudtam, hogy az akupunktúrában a test tűszúrással izgatott pontjai nem állnak ideg összeköttetésben azokkal a szervekkel, amelyeket a tűszúrások állítólag gyógyítanak. A könyvben, amit átlapoztam, a szerző egyszerűen kijelentette, hogyha meg akarjuk érteni az akupunktúrát, nem a modern orvostudomány ismereteivel kell közelednünk hozzá, hanem azokat félretéve a régi kínai orvostudomány álláspontját kell tanulmányoznunk. E régi bölcsesség szerint az emberi testet meridiánok hálózzák be, és ezek közvetítik a gyógyító hatást. És a 20. századi orvos Hosszú oldalakon át ábrákkal ismertette a kínai orvoslás tudomány előtti korszakának meridiányait, amelyekről tudnia kellett, hogy létezésüket semmi sem bizonyítja. Ez az okkult a priori félelmetesen beszédes esete, és hadd tegyem hozzá árulás a tudományos tisztesség ellen. Nem azt kifogásolom, hogy az orvos nem tudta fölmutatni az akupunktúra hatásmechanizmusát. Sok gyógyító eljárás van, amely a praxisban beválik, miközben a mechanizmus kutatása későbbre marad. Azt kifogásolom, hogy a nem tudás beismerése helyett az érdeklődő elé tárt egy áltudományos magyarázatot. Ez szemléltető példa arra, hogyan működik a természetgyógyászati gondolkodás. Maga az akupunktúra egyébként tudományos kutatás tárgya lehet, hiszen tény, hogy Kínában eredményesen használják érzéstelenítésre, amíg azonban hatékonysága kísérletileg bizonyítva nincsen, továbbá amíg nem bontakozik ki a hamis yin-yang filozófia és az asztrológia szellemi kontextusából, az akupunktúra szellemileg fertőzött terület, és a gyakorlatban kerülendő. Amit most elmondtam, csak példa volt, példa arra, amit ki szeretnék fejteni a természetgyógyászati gondolkodás struktúrájára. A természetgyógyászat alapelve, hogy a természet képes önmagát meggyógyítani. Ez az elv igaz lett volna a paradicsomba, de a bukott természet állapotában nem igaz. A bukott természet romlást és halált hordoz. Tor Heyerdahl megpróbálkozott a természetes élettel egy óceáni szigeten. De a dolog nem működött, felesége lábán olyan fertőzést támadt, amelyel vissza kellett térnie a romlott civilizációba, hogy az asszony életét megmentsék. Ahogy Heyerdahl nem találta meg a paradicsomot a földön, ugyanúgy nem találja meg a természetgyógyászat sem. Hamisan tételezi fel, hogy az orvostudomány mellett, amely számos beteget eredménnyel kezel, de ugyanakkor számos beteg halálához kénytelen asszisztálni, kell léteznie egy másik hatékonyabb útnak a gyógyuláshoz. Ez a feltételezés van a természetgyógyászati gondolkodás mélyén, és ez okkult a priorikhoz vezet. Belső logikával oda kell vezetnie, mert valami homályosat tételez föl, ami valójában nem is létezik. Nincs alternatív gyógyászat. Mindaz a jó, amit a természetgyógyászatban találunk, a tudományos gyógyászathoz tartozik, annak része. Hiba szembeállítani vele. Erdélyi Judit szemléletes példákkal igazolja, hogy a gyógynövényes kezelést is felügyelnie kell az orvosnak. Például, ha valaki a cukorbajára inzulint kap, és egyúttal vércukorcsökkentő teákat iszik, az félrekezeléshez vezet, ha az orvos nem kalkulálja be a a hatását. Viszont amennyiben a gyógynövény szakértő, régebbi szóval drogista, egyeztet az orvossal, már nem képvisel alternatív gyógymódot, hanem a tudományos gyógyászat egyik területét, feltéve persze, hogy távol tartja magát az ingázástól, bioenergetikától és hasonlóktól. Nincs két legitim gyógyászat. Egyetlen gyógyászatnak van létjogosultsága, az orvostudománynak. Ami az orvostudomány előtt nem állja meg a helyét, az vagy közönséges sarlatánság, vagy pedig, ha tényleg gyógyít, okkult tudomány és démoni erőkkel működik. A természettudományos kor racionalizmusa után Ma hódít egy irracionalizmus, bizonyos lebecsülése a racionális tudományosságnak, nosztalgikus visszanyúlás az ősi bölcsességhez, amely igazából tudatlan vagy féltudományos. A kereszténynek, ahogy nemet mond a racionalizmusra, ugyanúgy határozott nemet kell mondania az irracionalizmusra is a racionális természettudomány a keresztény kultúra ölén született. Nem Kína adta a világnak, nem India, nem a sámán vagy táltos hit, hanem a keresztény Európa. A középkorban ahogy kialakultak az oktatás mind fejlette formái, és a plébániai, káptalani, kolostori iskolák után Megjelentek a tudomány egyetemek, amelyek az akkori tudás teljességét szándékoztak nyújtani, a tudományos gondolkodás is fejlődött. A középkor keresztényei hittek a logikában, mert hittek a logoszban, a teremtő igében. Hitték, hogy az univerzum nem vak erők irracionális játéka. Önkényes és kiszámíthatatlan szellemek nyüzsgése, hanem az örök bölcsesség műve, ezért gyökeresen racionális. Logikus, mert a logosz alkotása. Amikor a múltba nézést, a klasszikus görög-római kultúra idealizálását fölváltotta a kíváncsi, kritikus és kérdező szellem, az Európai Egyetemen készen találta a gondolkodás műhelyeit, és az ott talált logikát csak alkalmaznia kellett a megismerni kívánt természetre. Így születhetett meg az az újkori gondolat, hogy amennyiben a kísérlet nyelvén logikus kérdést intézünk a természethez, logikus választ fogunk kapni. Ennek alapja a keresztény Logosz hit eszköze a skolasztikában kimunkált logika. A pogányvallások alapjain ilyen gondolat nem születhetett, mert ezek személyteren erők küzdelmének vagy szeszélyes istenségek kaotikus kalandjának látták a valóságot. Kifejlődött a kísérleti természettudomány, és bár voltak a hatalmas eredményektől elkapatott megnyilv... megnyilvánulásai, amelyekben teológiai alapjait fölöslegesnek hitte és megtagadta, a teológia egy pillanatra se tagadta meg a racionális tudományt. Nem kérdőjelezte meg annak szükségességét. Amikor most az irracionális New Age hullám támadja a természettudományokat és alternatív utakat kínál, a keresztény hit az értelem oldalán, a tudomány oldalán áll. Világosan meg kell mondani, hogy a tudomány nem osztható fel hivatalos és alternatív tudományra. A gondolkodás vagy megfelel a tudományosság kritériumainak, vagy nem felel meg. Ha megfelel, a tudományhoz tartozik. Ha nem felel, meg a tudománytalansághoz. Ez nem csupán a gyógyászatban igaz, hanem a természettudományban, a történelem tudományban is. Nem lehet fölállítani egy alternatív történettudományt. Ha valóban tudomány, az egyetlen történettudomány része. Ha valóban alternatív, ez tudományosságának föláldozásával jár, mint láttuk Badinyi Jós Ferenc történetírása esetében. A tudomány bizonyítékokkal dolgozik, ahol szabatos bizonyítás helyett okkult a priorit pillantunk meg, a mágia területén vagyunk. Visszatérve a betegségre és gyógyulásra, a hívő keresztény számára a Szentírás a Jakab levélben tartalmaz egy fontos figyelmeztetést. Idézem, imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Mert sokat megtehet az igaz ember álhatatos könyörgése. Illés, hozzánk hasonló szenvedő ember volt, és amikor könyörögve könyörgött, hogy ne essék eső a földre, nem is esett három évig és hat hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, s a föld megadta termését. Jakab 5. fejezet 16-18. versig Isten maga az élet, a gyógyulás. Ő benne virágzik föl az ember. Ő benne győzi le a pusztító erőket. Mi sem természetesebb a hívő számára, mint ő hozzá a betegségében. Persze, szó sincs arról, hogy az orvostudományt mellőzhetni. Az is Isten természetes ajándékai közé tartozik. De nagyon furcsa dolog az, ha az Istenbe vetett hitet zárójelbe tesszük, és gyanús erők felé fordulunk. Jakab levele még arra is biztat bennünket, hogy Isten rendkívüli emberének, illés profétának hatékony imáját tulajdonítsuk magunknak. Nem volna-e helyesebb a kérő ima titkaiban elmélyedni? A feltétlen bizalom, a kiengesztelt szív, az Istennek való totális átadottság, az álhatatosság, a hálaadással való kérés – az égiekkel való kommunikáció törvényeit kutatni, mint gyógyítási technikákban módszerekbe vetni bizalmunkat. A természetgyógyászat, vagy ahogy szívesebben mondom, az alternatív gyógyászat ebbe a hibába esik. Sok hívőnek sejtelme sincs a mágikus háttérről, mégis védkezik a hit ellen, amikor kétes gyógyítókban és módszereikben hisz, ahelyett, hogy egyedül Istenben hinne. Hallottam egy családról, amely elment egy természetgyógyászhoz, hogy a természetes étrend tudományát elsajátítsa, és arra ébredt, hogy a buddhizmusban hisz. A kereszténységet pedig csak a buddhizmus egyik ágaként fogadja el. A keresztény az első Timóteus levél, negyedik fejezetének harmadik verse szerint bármilyen ételt ehet. De nem szabad bármilyen szellemi táplálékot fogyasztania. Ez arra is áll, ami egyébként természetes és jó, mindaddig, amíg a természetgyógyászat szerves részét képezi. Korábban már kifejtettem, hogy a démon nem elszigetelt dobozkákat, hanem egy-egy összefüggő szellemi területet száll meg. Az alternatív gyógyászat mérgezett szellemi kontextus.